Ez továbbra is a ma reggel az M1-en. Az ilyenkor szokásos európai koronavírus körképpel folytatjuk, előtte azonban nézzük a friss adatokat a világból. Itt láthatják mindjárt mellettem. A fertőzöttek száma már több mint 147,5 millió. A gyógyultak száma ugyanakkor több mint 85.230.000. Az elhunytak száma pedig, ahogy láthatják, meghaladta a 3.110.000-et. Az adatokat most is a Johns Hopkins Egyetem összesíti alapján közöltük. És akkor most jövünk vissza Európába, ma az Egyesült Királyságba, Spanyolországba és Ukrajnába kapcsolunk a tudósítóinknak. Jó reggelt kívánok! Nagy-Britanniával kezdjük, ott továbbra is gőzerővel oltanak. A beadott dózisok száma már meghaladta 45 milliót. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 63%-a már megkapta a vakcina első adagját. Londonból Kertész Róbert jelentkezik. Nos, hát akkor beszéljünk először az oltási kampányról. Reális az a cél, amit korábban kitűztek, hogy július végéig a teljes felnőtt brit lakosság megkapja legalább a vakcina első adagját? Jó reggelt kívánok a nézőknek, nyugodtan használjuk továbbra is a látványos jelzőt a nagy-britanniai oltási kampány előrehaladására, és ennek tükrében úgy tűnik, hogy reális lehet ennek a célnak az elérése. A brit kormány minden esetre továbbra is változatlanul azt mondja, hogy Nagy-Britannia úton van afelé, hogy július 31-ig a teljes felnőtt lakosságot beoltsa. Ez körülbelül 53 millió embert jelent. A számok jelenleg úgy néznek ki, hogy az első adagot majdnem 34 millióan, a második adagot közülük majdnem 13 millióan kapták meg, tehát körülbelül hozzávetőleg 10 millió körül kell még kapnia azoknak, akik még nem részesültek az oltásban, tehát az első és a második adagot nézzük, de ugye a cél az első adagra vonatkozik, tehát még közelebb vagyunk a célhoz, úgyhogy úgy néz ki, hogy a cél teljesülhet, eddig minden cél teljesült, sőt, határidő előtt teljesült, ugye az első cél az volt, hogy a legveszélyesebb korosztályt, az 50 feletti korosztály, plusz azok, akik foglalkozásuk, egészségi állapotuk miatt szintén a legmagasabb kockázati csoportra tartoztak, ők április 15-ig megkapják legalább az első adagot a koronavírus elleni oltásból. Ez április 13-ára teljesült, és továbbra is néhány napos előnyben van időarányosan a brit kormány az oltási programmal. Ez december 8-án kezdődött, azóta sikerült ezt az eredményt elérni. Azt mindenféleképpen tudnunk kell, hogy történt egy jelentős hangsúlyváltás az elmúlt hetekben az oltási kampányon belül, az oltási kampány szerkezetén belül, hiszen éppen azért, mert az első hetekben nagyon erősen meglódult, elszaladt az első adagok beadásának száma Nagy-Britanniában, ezt utol kellett érni most már a második adagokkal. A brit kormány 12 hétben határozta meg a két oltás között legfeljebb eltelhető időt, és ez kezdett nagyon sok embernél lejárni, tehát a teljesen átfordult a szerkezete az oltási kampánynak, most már jóval többen kapják meg naponta a második adagot, mint az első adagot. Az első adag napi beadási rekordját március 20-án mérték majdnem 800 ezer adaggal, most már viszont a napi első adag beadási szám átlagosan 150 ezer, viszont majdnem 500 000-an kapják meg naponta a második adagot, de ezzel együtt is úgy néz ki, tehát legalábbis statisztikailag, matematikailag úgy néz ki, hogy sikerült teljesíteni július 31-ig azt a tervet, hogy a teljes felnőtt brit lakosság majdnem 53 millió ember megkapja legalább az első adagot a koronavírus elleni vakcinából. Kevés időnk maradt, ezért kérlek, hogy csak röviden foglald össze, de mit mutatnak a friss múlt hetet összesítő járványadatok? Nagyon, nagyon jó a járvány dinamika Nagy-Britanniában, és ezt nagyon sokan a szakértők közül is az oltási kampánynak tulajdonítják. Elsősorban jellemző, hogy tegnap, a brit egészségügyi minisztérium tegnap is összesítése szerint 24 óra alatt 6-an haltak meg a koronavírus okozta COVID-19 betegségben. Tudnunk kell, hogy a januári tetőzés idején voltak olyan időszakok, amikor naponta 1300-an vesztették életüket ebben a betegségben, tehát ez is mutatja, hogy mennyire lefelé tart a járvány dinamikája Nagy-Britanniában.
Ezek tehát a legfrissebbek Nagy-Britanniából, és akkor Spanyolországgal folytatjuk. Úgy néz ki, nem emelkedik tovább a koronavírus fertőzések száma. A múlt hétvégén mintegy 20 ezer új fertőzöttet regisztráltak, megközelítőleg ugyanannyit, mint az azt megelőző két hétvégén. A járványügyi szakemberek bizakodóak, és már az oltási kampány eredményét látják a fertőzés számok mérséklődésében. Madridból Fehér Krisztina jelentkezik. Krisztina, előbb itt Kertész Róbert úgy fogalmazott, hogy látványos a nagy-britanniai oltási kampány. Ez a jelző megállja a helyét Spanyolország esetében, vagy egyszerűen csak jól halad, vagy gőzerővel halad az oltás az ottani oltópontokon? Köszöntök mindenkit, hogy teljes gőzzel haladna az oltási kampány, azt nem mondanám, ugyanis Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint hetente 3,5 millió vakcina beadására alkalmas az oltási rendszer, az eddig elért heti maximum pedig 2 millió volt a múlt héten, tehát bőven van még kapacitásuk, amit ki tudnak használni az oltásra. De tény, hogy hétről hétre egyre többen jutnak oltáshoz, mivel egyre több oltóanyag érkezik. Tegnap három gyártótól összesen több mint 2 millió adagot szállítottak Spanyolországba, amelyet rögtön szét is osztottak a tartományok között. Ez egyébként rekordnak számít, soha egy nap alatt ennyi védőoltást még nem tudtak továbbítani. Az eredmények pedig magukért beszélnek, mert a 80 év felettiek 100%-a megkapta már legalább az első oltását, és több mint 76%-uk oltása már teljes. Nem kevés emberről van szó, csak nem 3 millió 80 év feletti él itt Spanyolországban, Európában itt a legmagasabb a születéskor várható élettartam. Körülbelül 3-4 hete kezdték el oltani a 79 és 75 közöttieket. Az első dózist közel 65%-uk kapta már meg, a második adagok beadásának ideje csak nemrég lett esedékes, így ez a szám még nem túl magas, 5% körül van. Viszont ezt a korosztályt kezdik oltani a Johnson & Johnson egy adagos vakcinájával ezen a héten, ami nagyban növeli majd az átoltottságot. A spanyol oltási kampányban a hangsúly most azon van, hogy a 60 év felettiek kapják meg minél előbb, és a lehető legnagyobb mértékben a vakcinát, mert az idősebbeknél nagyobb az esély a súlyos megbetegedésre és halálozásra, tehát ha ők védettek, az azt is jelenti, hogy mérséklődnek a kórházakra és az egészségügyi dolgozókra nehezedő terhek is. Folytassuk akkor ezzel, amivel befejezted, hogy mérséklődhet. Ezek szerint most még leterhelteknek számítanak a kórházak és mondjuk azon belül az intenzív osztályok? Az országos átlagot tekintve 10 beteg ilyen koronavírus fertőzés miatt vannak intenzív osztályon a spanyol kórházakban. Az egészségügyi minisztérium szerint most még emelkedik az új betegek száma, de az adatokból ők már úgy látják, hogy a jövő héten elérheti a csúcsát és megállhat ez a növekedés. Néhány tartomány helyzetét viszont aggasztónak vélik, ilyen például Madrid, ahol az intenzív osztályokon ellátottak 45%-a COVID-beteg, vagy Baszkföld, ahol ez az arány 39%. Baszkföldön épp emiatt tegnap elrendelték a nem sürgős műtétek elhalasztását egyelőre a következő két hétre. Hogy mennyire komoly a helyzet, azt az jelzi, hogy ebben a tartományban utoljára járvány első hullámában, tehát egy évvel ezelőtt voltak annyian intenzív osztályon, mint most. És nem csak a kórházi mutatóik rosszak, a fertőzöttségi adatok is, az ország régiói közül jelenleg Baszkföldön a legmagasabb a fertőzöttek aránya. 100 000 emberből 527-en koronavírusosak, ami több mint a duplája az országos átlagnak. De még nagyobb a különbség Valencia tartományhoz képest, ahol a legkedvezőbb most a járványügyi helyzet az országban, ott 100 000 főre vetítve 42 koronavírusos eset jut. Ezek a számok jól szemléltetik azt, hogy milyen óriási eltérések vannak Spanyolország egyes területei között, és épp ez az, ami miatt a járványügyi szakemberek szerint jelen pillanatban nincs itt az ideje a korlátozó intézkedések komolyabb enyhítésének.
Spanyolországban ez tehát a friss helyzet, és Ukrajnában megyünk tovább, ahol az elmúlt napokban valamelyest stabilizálódott a járvány terjedése, és a hatóságok is egyre több régióban rendeltek el enyhítéseket. Közben az oltási kampány még mindig vontatottan halad. A részletekről K. Debreczeni Mihállyal beszélgetünk. Nos, ugye közeledik a pravoszláv húsvét, és Ukrajnában egyre több régiót sorolnak a járványügyileg biztonságosnak mondható sárga zónába. Valóban javultak a számok az országban? Köszöntöm a nézőket. Az elmúlt napokban javult a statisztika Ukrajnában, ez nem számít újdonságnak, hiszen hétvége után általában mindig alacsonyabb számú fertőzöttet jelentenek. Inkább egyfajta stabilizálódás figyelhető meg, hiszen többnyire 5 és 15 ezer között szokott mozogni az új fertőzöttek száma mostanában. Az elmúlt 24 órában 7915 beteget azonosítottak, és 432-en hunytak el. Nem ritka viszont, hogy mostanában a gyógyultak száma meghaladja az új fertőzöttekét. Ma például több mint 17 ezer gyógyultat jelentettek. Közben egyre több megyét sorolnak át a járványügyileg jónak számító sárga besorolásba, a vörösből. A napokban a Romániával határos Csernyivci megye és a Lengyelországgal határos Lemberg megye enyhíthetett. Ezeken a területeken szinte minden újra kinyithatott. Jelenleg tehát Kárpátalja és a vele szomszédos összes régió ilyen jónak számító zónában van. De ugye pár nap múlva pravoszláv húsvét és a Fekete-tengeri Odessa megyében is enyhíthettek, így a következő napokban várhatóan meg fog telni Odessa és környéke is turistákkal. Egyébként nagy felháborodást váltott ki a közösségi oldalakon, hogy a pravoszláv húsvét előtt már most sokan nem tartják be a gyülekezési szabályokat, és nem hordanak például maszkot a templomok környékén, így félő, hogy az ünnepek után pár héttel ismét nőni fog a fertőzöttek száma. Volodymyr Zelenszky államfő emiatt arra szólította fel az egyházak vezetőit, hogy tartassák be a szabályokat a hívekkel, mert nem szeretné ő sem, hogy újabb hullám alakuljon ki. Kijev várhatóan csak április 30-án fog majd lazítani. Az ottani sajtó viszont nap mint nap számol be olyan rendőrségi ellenőrző akciókról, amikor illegálisan működő éttermeket lepleznek le. Ezek többnyire elit, nagyon drága éttermek, ahol a hátsó bejáraton engedik be a vendégeket, miközben elől ki van téve a zárva felirat. Az ilyen egységek komoly büntetésekre, de akár engedély megvonásokra is számíthatnak. Tegnap egyébként két ilyen éttermet is bezárattak a hatóságok Kijevben, ráadásul az ott lévők fejenként 500-tól 1000 euróig terjedő büntetésre számíthatnak, míg az éttermeknek kb. 1000 és 6000 euró közötti bírságot kell majd kifizetniük. Beszéljünk egy picit az oltási kampányról is, ahogy az elején említettem, lassan halad az oltási folyamat Ukrajnában. Mi ennek az oka, illetve újabb vakcinaszállítmányok mikor érkezhetnek? Két hónapja és három napja oltanak Ukrajnában, és jelenleg 539 ezer első és 9 teljes beoltottnál jár az ország. Vasárnap például mindössze 1114 embert oltottak be az egész ország területén. Voltak olyan régiók hétvégén, ahol egyetlen egy tűzszúrás sem történt. Ez a lassúság többnyire kiszokta váltani az egészségügyi miniszter kritikáját. Eddig ugye 1 millió 200 ezer dózis indiai, kínai és nyugati vakcina érkezett Ukrajnába, de az egészségügyi miniszter szerint a kínai Sinovacból április végéig még 500 ezer adag, májusban pedig még 1 millió érkezik, ezen kívül közel 1,5 millió dózist várnak szintén május folyamán a COVAX nemzetközi kezdeményezés keretében, ebből mintegy 500 000 Pfizer lesz. Közben növekedett az oltási kedv is Ukrajnában a szociológiai felmérések szerint, már a lakosság 63%-a hajlandó lenne beoltatni magát, csak legyen elegendő oltóanyag. Eddig online közel 500 000 regisztráltak az ingyenes vakcinára, és hát a kormány év végére át szeretné oltani a 40 milliós lakosság 70%-át, ehhez azonban, hogy sikerüljön, már most nagyon fel kellene gyorsítani a kampányt. Ezek voltak a legfrissebbek Ukrajnából, továbbá az Egyesült Királyságból és Spanyolországból. Fehér Krisztinának, Kertész Robertnek és K. Debreczeni Mihálynak köszönjük szépen!